Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak már, és mutatjuk, mi mindenről lesz szó. Kiírta pályázatait a megyei tanács, május 16-áig tehetik le az iratcsomókat a civil szervezetek. Idén is igényelhetnek támogatást a magyar tannyelvű iskolákba, óvodákba járó gyermekek szülei. Elköltöztetik a közösségi kertet, idén is kertészkedhetnek a tömbházlakók. Elvesztette az elődöntő harmadik mérkőzését is a GHK, így már csak a bronzéremért küzdhet. Meghirdette Hargita megye tanácsa az idei pályázati programjait. Kulturális, ifjúsági, sportprogramokat támogatnak. A román közösség kulturális programjaira külön kiírás van most is, akár csak az önkéntes tűzoltó egyesületeknek és a népviseletek támogatására. A kiírásról tájékoztató fórumot tartanak. Közzétette pályázati kiírásait az idei évre a megyei tanács. A kiírás szerint idén is kulturális programokra, ifjúsági, illetve családoknak szóló rendezvények szervezésére, sporttevékenységekre ad támogatást az intézmény, de támogatja a népviseletek beszerzését, illetve az önkéntes tűzoltóegységek munkáját, felszerelés vásárlását is. A román kulturális rendezvények támogatására idén is külön kategóriát hoztak létre. Három pályázati kiírásnál növeltük az összeget az idei évben, hiszen több kérés érkezett a tavaly is. A három terület az a sport, a kulturális és a családi támogatásokra, a családi programok támogatására. Én arra kérem a gyergyói civil szervezeteket, hogy minél többen éljenek a pályázati lehetőséggel, hiszen a tavaly 107 pályázatot támogattunk Gyergyószéken, ami egy nagyon nagy szám, ha azt vesszük figyelembe, hogy Udvarhelyszék például kétszer akkora, mint Gyergyószék, és ott 123 pályázat nyert. Tehát én azt gondolom, hogy a gyergyóiak nagyon szépen megmozdultak erre a pályázati kiírásra, és jó lenne, ha az idei évben is minél többen megmozdulnának, és állunk rendelkezésükre, segíteni szeretnénk, hogy minél sikeresebb pályázatokat tudjanak írni. Az idén is a megyei tanács gyergyői irodájánál lehet érdeklődni, illetve rám is lehet írni, akár Facebookon is, akár e-mailen, ha vannak kérdések a pályázati kiírással kapcsolatban, illetve abban tudunk segíteni, ha a pályázat leadása előtt legalább egy-két héttel kész van a pályázat, hogy megnézzük, hogy formailag ne legyen hiba. Utolsó napokban már nincs erre lehetőségünk, hiszen nagyon sok pályázat érkezik akkor, de ha időben kész lesznek a pályázatokkal, akkor meg tudjuk nézni, és legalább ki tudjuk szűrni ezt a problémát. Nem szeretnénk, hogy sikertelen pályázatok legyenek Gyergyószékről, mert a sikeres pályázatok egy színesebb kulturális életet tudnak hozni Gyergyószékre. Általános kulturális programokra 350 ezer lejt, a román közösség rendezvényeire 60 ezer lejt szán a megyei tanács. 250 ezer lejut ifjúsági, 70 ezer pedig családi programok szervezésére. Sporttevékenységek támogatására 650 ezer lejt különítettek el. Az önkéntes tűzoltó egységeket 300 ezer lejjel támogatják, turisztikai programokra 100 ezer, népviseletek beszerzésére 160 ezer lejt szánnak. Április 17-én 13 órától minden kérdésükre választ kaphatnak az érdeklődők a kiírások kapcsán a Művelődési Ház Karancsi termében. Az illetékesek ismertetik a legfontosabb tudnivalókat. A pályázatokat május 16-áig kell benyújtani. A polgármesteri hivatal felhívja a Virágnegyedben parkoló autótulajdonosok figyelmét, hogy április 14-e estétől szíveskedjenek autóikkal elállni a Testvériség sugárút lemenet jobb oldali sávjáról a Maros szálloda és a Bucsin negyedi körforgalom közötti útszakaszon. Az intézkedésre azért van szükség, hogy hétfőn reggeltől kézi és gépi úton is megtisztíthassák az úttest szélét. Kedden reggel az út másik oldala is megtisztításra kerül, ezért arra kérik az autósokat, hogy hétfő estétől a bal oldalt is szabadítsák fel a nagy takarítás elvégzése céljából. Igényelhetők a Szülőföldön magyarul program keretében a magyar tannyelvű óvodákba, iskolákba járó gyermekek és a magyar képzésben részesülő egyetemisták számára nyújtott támogatások. Az oktatási nevelési támogatás összege idén is 22.400 forint, körülbelül 336 lej, a hallgatói támogatás összege pedig 2.800 forint, körülbelül 42 lej.
Az igénylő adatlapon változás van. Ezen túl szükséges kitölteni az igénylő szülő foglalkozására és munkáltatójára vonatkozó adatokat. Ugyanakkor az új adatvédelmi törvény értelmében a 16 éven felüli gyermeknek, akinek igénylik a támogatást, ugyancsak alá kell írnia az adatvédelmi nyilatkozatot. Amint tavaly is, az igénylési leadáshoz kötelező melléklet az igénylő szülő érvényes személyazonossági másolata, a gyermek érvényes személyazonossági másolata, vagy születési bizonyítvány másolata, igazolás a tanintézménytől, amely tartalmazza az oktatás nyelvét, valamint az igazolatlan órák számát, és amennyiben a szülő családneve nem egyezik a gyermek családnevével, az ezt indokló irat. A jogosultság feltételei nem változtak. Támogatást kaphatnak azok az óvodások, általános és középiskolások, akik Romániában működő, akkreditált vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben tanulnak. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja. A feladás utolsó határideje május 3-a. Adatlapokat az oktatási intézményektől kapnak az igénylők, illetve letölthetőek a program honlapjáról. A Budapesti Közép-Európai Táncszínház vendég szerepel Gyergyó Szent Miklóson holnap. A Metamorfózis című előadást holnap 17 órától tekintheti meg a közönség a Gyergyó Szent Miklósi Művelődési Ház színház termében. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül. Új helyen alakítják ki a közösségi kertet, ugyanis a korábbi kertet idén már nem használhatják a hobbi kertészek. A terület előkészítése folyamatban van, hamarosan letehetik kéréseiket. A régi közösségi kert helyén hamarosan építkezési munkálatok kezdődnek, ugyanis ott épül fel a tanúszoda. A közösségi kert használói így nem kezdhették el ott a munkát. Sokan már azt gondolták, hogy idén nem is lesz lehetőségük a hobbi kertészkedésre, azonban az önkormányzat talált megoldást a helyzetre. A korábbi kerttől nem messze, ugyancsak a Makos utcában egy másik önkormányzati területet készítenek elő a közösségi kert számára. Hamarosan letehetik kéréseiket az érdeklődők, ugyanis a terület előkészítése folyamatban van. Az úszoda megépítése miatt a jelenlegi konyakerteknek használt területek most már az idéntől nem lesznek használatba adva az igénylők számára, hiszen ott egy másik típusú beruházás fog megvalósulni, de éppen azért, hogy a hobbi kertészek nem maradjanak terület nélkül, egy újabb önkormányzati területet jelöltünk ki erre a célra, és jelen pillanatban el is kezdtük már a területnek az előkészítését a kertészkedéssel foglalkozók számára. Mivel hogy ott bizonyos betonfelületek is vannak, most a betonfelületnek a feltörése történik, majd a terület felszántása és még termőfülde való pótlása, és amint előkészültünk a munkálatokkal, akkor a későbbiekben meg is hirdetjük ennek a területnek a bérbeadási lehetőségét, de a szándékunk az, hogy azok kapjanak elsősorban a területet a későbbiekben is, akik az elmúlt időszakban használatba vették az erre szándékra felajánlott területünket, és megfelelőképpen művelték is azt. A betont felszedik, termőföldet visznek a kertbe, és előkészítik a parcellákat, hogy amint az időjárás engedi, elültethessék a palántákat és magokat a közösségi kert használói. A húsvéti készülődés jegyében a Tarisznyás Márton Múzeum nagyheti tojásműhelyt szervez, ahol több hagyományos tojásdíszítési technikát lehet alaposabban megismerni, különböző vidékek motivumkincsével lehet behatóbban ismerkedni. A kétnapos műhely hétfőn és kedden 16 órai kezdettel zajlik, körülbelül 3-3 órás időtartammal. Mindkét nap más-más technikával ismerkedhetnek a résztvevők. Viasszal írt egyszínű és többszínű maratott, metszett tojások fognak születni. Minden hozzávalót a múzeum biztosít, a résztvevőknek csak főtt tojást kell magukkal vinniük. Jelentkezni a képernyőn látható telefonszámon lehet. A férfiak és a nők közötti munkaerőpiaci diszkrimináció volt a fő témája annak az informális találkozónak, amelyen Bukarestben az Európai Unió pénzügyminiszterei vettek részt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kormányoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, hogy visszaszorítsák ezt a jelenséget.
Az Európai Unió munkaügyi miniszterei bukaresti találkozójának következtetéseiről Máriusz Budai munkaügyi miniszter számolt be, aki Románia soros elnöksége keretében elnökölt a megbeszélésen. Elmondta, a férfiak és nők közötti munkaerőpiaci diszkrimináció okai szerteágazóak. A kormányok feladata, hogy ezeket a minimálisra csökkentsék. A férfiak és a nők foglalkoztatása közötti különbség átlagosan 11,6%-os az Európai Unióban, ha pedig egy teljes normára vetítjük ki, akkor ez az arány 18,2%-ra nő. A nők és a férfiak közötti különbség, ami a foglalkoztatási arányt illeti, elfecsérelt potenciálról tanúskodik. Hozzátette, a nők foglalkoztatásának támogatását célzó intézkedések, a nők vezető beosztásba jutásának támogatása, általában a nemek közötti egyenlőséget segítő projektek lényegesek a szegénység megszüntetéséhez. Ilyen tekintetben a képzésbe való befektetés, a munkaerőpiaci kereslet magasan képzett munkaerővel való kielégítése rendkívül fontos. A társadalomnak továbbá bátorítania kell a gyereknevelési feladatok családon belüli jobb megosztását is, hangzott el. Négy órás sportmaraton szerveznek holnap Diptróban. A rendezvénynek idén is van jótékonysági része. A csapat hozzájárulásokkal és a különböző programok alatt összegyűlt. Teljes összeggel a sepsiszentgyörgyi Cristiano Dombi Mártának szeretnének segíteni, hogy egy lépéssel közelebb kerülhessen a felépüléshez. A program főtámogatója a Diptró község önkormányzata. A rendezvény 9 órakor kezdődik, szintén holnap takarítás is lesz Diptróban. A községtől Cengellér irányába az út mentén takarítanak az erdős panzió kezdeményezésére. Elvesztette a román jégkorong bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzését is, így nem kerülhet a döntőbe a gyergyói hokiklub. A bronzéremért szállhat harcba a csapat. Gyergyószent Miklóson szervezték a román jégkorong bajnokság elődöntőjének harmadik összecsapását. Galac hazai pályán már két mérkőzést megnyert, így azzal a reménnyel érkeztek, hogy befejezhetik a párharcot, a GHK pedig arra készült, hogy kiegyenlítse az állást. Az első harmadban gyorsan vezetést szerzett a vendégcsapat, és még a harmad vége előtt két gólosra tudta növelni az előnyt. A második játék részben ismét Galacnak ment jobban a játék, a harmadik találatot is megszerezték. A harmadik harmad elején is folytatódott a Dunapartiak eredményes játéka, még 3 gólt szereztek, bebiztosítva ezzel a győzelmet. Bár a mérkőzés utolsó 10 percében a gyergyóiak is rákapcsoltak, és egymás után 3 gólt szereztek, de ez már nem változtatott a mérkőzés kimenetelén. Az elődöntő 3 nyert mérkőzésig tartó párharcát így Galac nyerte, és ezzel döntőbe jutott. A gyergyói csapatnak a bronzéremért való küzdelem maradt hátra. Az elődöntő másik ágán a brassói korona csapata összesítésben 2-1-re vezet. Amelyik csapat eljut a 3 győzelemig, az jut a döntőbe, a másik pedig a GHK ellenfele lesz a harmadik helyért való küzdelemben. A hátralevő mérkőzések időpontja még nem ismert, viszont az már biztos, hogy a szezon utolsó mérkőzéseire kerül sor a következő napokban. Is sorsoltunk hirdetőink között. Köllő Andrea nyerte ezúttal a 2 személyes pizza utalványt. Jövő héten várjuk ügyfélfogadásunkon, hogy átvegye nyereményét. Nézzük még egyszer, melyek voltak a fontosabb témáink ma. Kiírta pályázatait a megyei tanács. Május 16-áig tehetik le az iratcsomókat a civil szervezetek. Idén is igényelhetnek támogatást a magyar tannyelvű iskolákba, óvodákba járó gyermekek szülei. Elköltöztetik a közösségi kertet, idén is kertészkedhetnek a többház lakók. Elvesztette az elődöntő harmadik mérkőzését is a GHK, így már csak a bronzéremért küzdhet.
Eddig a Napszemle Fit percek következnek, majd a társalgót láthatják. Meghívott Danguy Ervin, szárhegyi polgármester, és Fejér Kinga, szóvivő. Azt követően az aktuális következik. Viszontlátásra!